Sziasztok! Most káposztás, húsos káposztát fogunk csinálni. A sparhetton. Alapjában véve most van káposzta benne, és egy kis fűszerkömény őrült. Ezt várjuk meg, amíg elkezd forrni nekünk a sparheton. Közben jól égjen, hát erre most lehetne pakolni. Pakolunk is rá, hogy minél jobban hűljön. Addig is várakozzunk. Utána pedig egy marha pörkölt, tehát főzünk hozzá. És amikor teljesen kész van, teljesen jó, akkor le lehet venni, és készen is van. Na és kérlek szépen, miközben fölveszünk a káposztánk, a közben csinálunk egy kis kalástésztát. Annyi, fél kiló liszt. Belerakunk fél kiló lisztet egy tálba, úgy körül belőle. Aztán úgy érzésre öntünk a tálba egy kevés tejet, egy kicsi kis tálba, mondjuk egy ilyenbe. Öntünk egy kevés tejet, hát olyan 3-4 decit, azért nem muszáj olyan sokat, de hát így körülbelül idáig. Ugye enni az edénynél mindig azt szoktam mondani, hogy ha elfutja a kanalat, akkor jó. Na. És ennyi tejbe akkor rakunk, majd amikor kicsit meglangyítottuk, akkor rakunk bele fél kocka élesztőt. Ezt majd belekeverjük ebbe a lisztbe, ebbe a fél kiló lisztbe. Közben langyosítjuk az élesztőt, rakhatunk bele egy kis teáskanálsót. Elkezdjük langyosítani a tejet. Utána tehát meglangyosítottuk a tejet, belemorzsoltuk az élesztőt, belerakjuk. Utána még egy körülbelül ennyi tej. Utána 10 teáskanál cukor. Megint megmelegítjük úgy, hogy elkavar tökéletesen benne a cukrot. Utána pedig lehet összedolgozni a tésztát. Ha túl sűrű, ha túl híg, akkor lehet bele még lisztet rakni. A lényeg, hogy olyan jó, igazi kalástészta állaga legyen. Közben nézzük itten a hogy föl, szépen föl a káposzta, rotyog gyönyörűen. Megkóstoltam az előbb, még nincs teljesen kész, de nem sokára megpuhul. Amint megpuhul, akkor lehet belefőzni majd a pörköltet. Jól ég benne a tűz. Na, a kalástésztánk még kell, és itt a kugló formánk, majd jobban fogjuk most belerakni. Ki fogjuk zsírozni, belerakjuk szépen a kalástésztát. Szépen beleillesztgetjük, elsimítjuk a tetejét, és berakjuk a lejjelibe, hogy sűjjön.
Na, de még várunk, mert még kennie kell a kalástisztának. Most beleraktuk a pörköttet, akkor össze kell vele forralni. Anya nagyon érti, hogy hogy kell csinálni. Ezt mondod. Igen, mondjad, csak mondjad. Semmit sem mondok, ide teszem a kukán alapja. Mondjad. Nem mondom. Összegyűjt forralni, kisfiam. Ez tényleg. De kapcsolat, én egyszer a videón. Na hát akkor most annyi, hogy összekeverjük ezt a szép pörköttet. A káposztával. Így készül a húsos káposzta, összekővel alaposan keverni. Így is, meg úgy is, hogy mindenhova kerüljön bele hús, és akkor utána még rotyogtatni egy kevés ideig. Aztán majd, amikor a kalács tésztánk is teljesen megkelt, belerakjuk a kuglóformába, lekenjük sírral a tetejét, berakjuk szépen a lejárnyibe, hadd süljön. Azt hiszem, hogy eléggé összekevertem már, legalábbis úgy látszik. És akkor most visszarakjuk a födőt rája. Még egy picikét akkor, hogy portyogjon. Jó van, elég égéget, majd még rakunk rá. No, hát a tésztánk valamennyire megkelt. A kalács tészta. Minden esetre belerakjuk ebbe a kuglóformába. Gyönyörű, szépen beletesszük. Szépen elrendezzük benne, ilyen igazságosan elosszuk. Tegyük, igen. Úgy, úgy, hogy belenyomkodjunk gyönyörű szépen. Arra is jusson. Na és akkor most ezt még kelesszük,
így a formájába, egy olyan negyed órányit sütés előtt. Most igazából nem fogunk semmi más csinálni, mert nem lisztezzük meg, csak letakarjuk konyharuhával. Csak ennyi. Tehát meg hagyjuk kiszáradni, és akkor könnyebb lesz lekaparlatni róla a tésztát. Addig is mérjük az időt. Hogy mikor hány percig kő mit csinál. Na, most már én szerintem eléggé megkelt. Akkor ezt most megkenjük a tetejét zsírral, és bemegy a leernibe. Szépen berakjuk. Na, most le van kenve most már zsírra. Most már berakhatjuk a leernibe. Jó, forró most már. Akkor. Újni. Akkor elcsukjuk az ajtót. Az első negyed órában nem szabad háborgatni. Nem szabad nyitogatni. Na. Finom kalácsillat érződik. Nézzük meg. Ó, de gyönyörű. És illatos. Külseje úgy tetszik, jó. Belsejét kell majd megnézni. Ezt közben forgatni kell, így ugye kör alakú tárgy. Közben forgatjuk. Úgy, ez a fele még nem volt. Amaz a fele már rendesen meg van sűrve. Szépen visszacsukjuk. Na. Na, kivettem a kuglófot. Ilyen szépen megsűt. És fél óra alatt. Tehát jóval gyorsabban süt ennek a sütője, mint az elektromos. És puha is, tehát megnéztem kés próbával. És teljesen készen van. Látjátok, milyen gyönyörű. Kifordítottam szépen a kuglófot belőle. Látjátok, nem maradt benne semmi. Tehát ez a kalács tésztás kuglóf, ami kalács, csak kuglófnak van átszázva. Ez azért praktikus, mert a kugló formához nem ég oda. Szépen ki kell zsírozni. De gyönyörűen el lehet takarítani. És gyönyörű. Kicsit világosabb, de meg van sülve. Látják, ha benyomom, akkor visszahúzódik. Gyönyörűen elkészült. Akkor sütjük a palacsintát is. Arra vigyázz, hogy ne csöpöttesd le a latniára. Jó. Semmit se. De a húzsos káposzta szép. De az ott mi se értjük? Csak ki csöppent. Valami. Palacsinta. Ja. Nem akar még mozdulni. Nem sütni biztos elég ki. Nem.
és ülök meg 10 ég, akkor még hagyjuk sűrni. Utasd meg a többit is. Mi? Ja, palacsintát. Kész palacsintát. Na, ilyen az igazi sparhetor sűrű palacsinta. Átfordítottuk, süllegett a másik oldala is, és kész van. Akkor visszük el mindegy. Vicsúsztatjuk. Akkor rakunk bele egy kevés zsírt. Sokat itt keveset, ennyit. Úgyhogy minden itt, mindenhova jusson zsír, ugye eloszlatjuk, így. Jó volt. Akkor rakunk még rá, mert nem ég el. De most hogy csináltad, hogy nem füstölt, amikor begyújtottad, akkor se? Mi az, hogy most eddig se csinált ilyet? Hát én nekem bizony csinált olyan szagot, hogy a festék szagot. Nem kifejezetten füstölt. Bekő neki égni nyilván. Bekő égni nyilván is. Nem lekapcsolt? Tudni kell a módját, úgyhogy forgatjuk. Na, kisültek a csodálatos parheton sült palacsinták. Minden megfőlt, megsült. Gyönyörűen. És akkor most már megesztük. Tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!